Stúdióban üdvözlöm Magyarics Tamás, az ELTE professzor emeritus. Hát jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Joe Biden és Donald Trump sikerét hozta ez az amerikai előválasztásnak a legfontosabb napja, az úgynevezett Superked. Szakértők szerint kimagaslóan magas volt a részvétel. Mi a magyarázat erre? Hát elsőbb a republikánus oldalon. Úgy tűnik, hogy ott nagyobb a lelkesedés jelen pillanatban. Általában ez az egyik olyan gond a demokrata oldalon különben, hogy meglehetősen apatikusak az ottani választók. Egyes jelentések szerint kb. Fel annyian vettek részt, mint korábban, de az igazság az, hogy a demokrata oldalon még annyi tétjese volt az előválasztásoknak, mint a republikáns oldalon, hiszen két teljesen súlytalan ellenjelölt volt. Igaz, hogy az ember kicsit ironizálna, akkor azért amerikai Samoán Biden kikapott, 91-en szavaztak le, és abból 51-en ellene szavaztak, úgyhogy azt hiszem most. Amerikai Samoáról csak annyit tudunk, hogy jók a rögbiben. Igen, igen. És a republikáns oldalon tulajdonképpen ugyancsak eldőlt már az előválasztás, tehát itt nem volt annyira komoly tétje, viszont úgy tűnik, hogy a republikánsok, legalábbis a Trump mögött áll a republikánsok sokkal lelkesebbek, és különben a felmérések azt mutatják, hogy most jelen pillanatban azok az emberek, akik Trumpra szavaztak 2000-ben, 97%-uk megint Trumpra szavazna, viszont akik Bidenre szavaztak, azok közül csak 83% szavazna újra Bidenre. Plusz Bidennek... És mi lesz azzal a marad, akik nem? Igen. Na most az egyik érdekes kérdés, hogy általában a külpolitika nem szokott komoly szerepet játszani az amerikai választásoknál. Most viszont úgy tűnik, hogy például Michiganben eléggé sok arab amerikai Biden ellen szavazott, illetve nem szavaztak el, nem úgynevezett nem elkötelezett szavazatot adtak le. Michiganben eléggé nagy az arab amerikaiaknak a számát viszonylagosan, és azokon a helyeken, ahol Biden 10% fölött kapott ellenszavazatokat, azok vagy a két ellenjelöltre mentek, vagy pedig ugyancsak az el nem kötelezett szavazatokat adtak le. Magyarul a demokrata szavazók közül sokan aránylag, hát mondjuk egy tizedük üzetet szeretett volna küldeni Bidennek, hogy a jelenlegi politikája nem megfelelő számukra. Itt elsőbben többek között például a párt baloldala elégedetlen, a progresszívek. Tehát ön említette, hogy a külpolitikának a súlya, tehát itt egyértelműen a palesztin, izrael-palesztin konfliktusról van, szóval nem, hogy túlságosan izrael párti lenne Joe Biden. Igen. Az amerikaiak többsége különben izrael párti, és viszont az utóbbi időben eléggé jelentős számban nőttek az arab bevándorlóknak, arab bevándorlók aránya elég jelentős számban nőtt, és hát több arab származású képviselő van a demokrata párton belül. Például Michiganből Rashida Tlaib, aki azt is mondta, hogy annak ellenére, hogy ő demokrata, nem biztos, hogy Bidenen fog szavazni, és nem csak a politikában, hanem a minden napokban eléggé sok tüntetés zajlik le, New York-tól kezdve Washingtonig, palesztinpárti tüntetések, sőt egyeseken antiszemita megmozdulások is vannak. Hát nagyon köztudott és híres vagy hírhet eset többek között a Harvard Egyetemen, de máshol is antiszemita megmozdulások voltak, és hát többek között ennek következtében kellett lemondani két-három amerikai egyetemi vezetőnek is. Nikki Haley, ugye ő volt hát tulajdonképpen az egyetlen komolyan vehető kihívója Donald Trumpnak, ő volt az első jelölt, aki kihívta, és az utolsó, aki hát úgy tűnik, hogy kiszállt, vagy legalábbis ki fog szállni. Reménytelen volt teljesen? Hát kezdettől fogva úgy tűnik, hogy reménytelen volt, persze az ember utólag mindig okosabb. Hát de... azt mondta, hogy ő pont azokra a szavazókra hajt, akik republikánusok, de azért igen, Trumpot nem annyira. Igen, azt mondják sokan, hogy Nikki Haley a 15 éve ezelőtti republikánus pártnak lett volna egy nagyon ideális jelöltje. Ugyanis a republikánus pártnak a támogatói eléggé jelentős mértékben megváltoztak az utóbbi egy-két évtizedben. Tehát sokkal inkább a felsőfokú végzettség nélküliek, a kétkezi munkások, akik korábban különben demokrata tőszavazók voltak. Tehát azt
azt is lehet mondani, hogy mondjuk kicsit analógiára, hogy a 80-as években voltak a régen demokraták, most pedig vannak a Trump demokraták, tehát akik inkább a republikánusokhoz húznak, olyan kulcsfontosságú államokba, ipari államokba, mint Michigan például, vagy Pennsylvania, vagy Wisconsin, amelyek nagyon fontosak lesznek az elnök választáson, és fontosak voltak az elmúlt 2 ciklusban is. Ugyanakkor viszont a felsőfokú végzettségi rendelkezők azok, akik idézőben aránytalanul sokan támogatták Nikki Haley-t, tehát többek között mondjuk, hogyha a Supergettet nézzük, akkor olyan nagyvárosokban, mint Denver, vagy Boulder, vagy Williamsburg, Virginiában, tehát a városi körzetekben inkább kapott Nikki Haley szavazatokat, mint a vidéki körzetekben, vagy a kisvárosokban. Mennyivel került közelebb Trump most ahhoz, hogy ő legyen a republikánus párt elnökjelöltje? Hát abszolút közel került, most már több mint 1000 delegátusa van, még 1200-at olvastam. Igen. Ja, bocsánat, 1200 kell? 1215 kell, igen. És 12-én 4 újabb államba tartanak előválasztásokat, ahol összesen 161 delegátus lehet szerezni, tehát matematikailag is feltettem meg fogja szerezni az 1215-öt, ami azt jelenti, hogy enélkül, hogy most lezárnánk ezek az előválasztások, hogy Nikki Haley-nek eddig is teljesen reménytelen volt a helyzete, mert 100 alatt volt az ő delegátusának a száma, amikor Trumpnak több mint 1100. Tehát valószínűsíthető, hogy Nikki Haley annak ennél, hogy azt mondta, hogy nem fog kiszállni, ki fog szállni, főleg azért, mert a pénzzel fog fogyni, és nincsen újabb pénz forrás, egymás után vártak le róla, úgymond az adományozók, mert hát nyilván van vesztes jelöltre, senki nem akarna jobb pénzeket számszánni. Tehát akkor egyre biztosabb az, hogy Trump-Biden párharc lesz novemberben. Igen, ilyen pillanatban ez biztosnak tűnik, hát természetesen 8 hónap van. Joe Biden egészségi állapota romlik hónapról hónapra. És hát sok spekuláció van, és nagyon sok forgatókönyv létezik, hogyha Biden végül is nem tud indulni, vagy úgy dönt, hogy nem indul, akkor mikor tudja ezt adott esetben megtenni, ment a bejelentést, hogy kiszáll a versenyből. Megteti még az elnök-jelnő konvenció előtt, az elnök-jelnő konvenciónál, utána is megteheti, tehát itt még lehetnek változások a két jelölt között. Közben itt a kollégáim szóltak, hogy Nikki Haley bejelentette, hogy kiszállt a versenyből. Tanár úr, köszönöm szépen, fogunk még beszélgetni novemberig. Köszönöm szépen a meghívást.